Kalmár Pálnak zsámbéki Takács Menyhért galériában. Hogyan jött létre ez a kiállítás, mit kell tudni róla? Köszönöm a kérdést. A Keresztelő Szent János iskola meghívására jöttem, hisz én zsámbéki vagyok, és már ideje volt ennek a meghívásnak, és nagyon szívesen teljesítettem ezt a kérést. Egy átfogó, nagy méretű kiállítást csinálok a múltból, és rá irányítva inkább zsámbék történetére, zsámbék relikviáira, a gondolataimat, a képeimet. Zsámbéki szemmel ez a kiállítás címe. Milyen a világ zsámbéki szemmel nézve? Csak azt mondhatom, hogy ez az én gondolatom. Nyilvánvaló, hogy egy olyan múlt, egy olyan művészeti tevékenységi időszak kell ehhez, ami ezt kialakította, hogy tulajdonképpen ezt a címet az itt eltöltött évek a templom tövében jelentik számomra, és a művészetem zsámbéki szemmel tárul ki aztán a világ összes relikviájára, a keresztény kultúrára. Mi alapján válogatta össze a műveket, amik most kiállításra kerülnek? Tevékenységemből minden rész megtalálható, hisz találótól itt látható a huszár hagyományőrzés, aminek én aktív tagja vagyok, abból merítek, ez egy szép színes élet, valamint zsámbék, történelmi relikviális leginkább a romtemplom kisugárzó szépsége, ami motivált engem ebben a dologban, és mindenféle Magyarországon leledző történelmi téma és a magyar táj fantasztikus szépségének a tükrözése, visszaadása. Ez volt a célom. Művész úr, üvegművész is. Láthatunk ezen a kiállításon üvegtárgyakat is, vagy csak festményeket? Üvegtárgyak is vannak, hisz az én tevékenységem és a címem az Kalmár Pál festő és üvegszobrász, tehát kötelességem ez irányú tárgyakat is létrehozni, és ezeket kiállítani. A témák ezzel kapcsolatosan ugyanazok, mint a festészettel, csak ebben az esetben az üveggel, mint anyaggal dolgozom. Olyan, mintha a festő olajjal dolgozik, én ebben az esetben az üveganyagát használom föl olvasztásos technikával, de a témám az a nemzeti kultúra és a magyar történelmi múltnak az ábrázolása. Valamint van egy új képem, a mutáns, az a cím ennek a plasztikának, nem képez, bocsánat, plasztika. Ez egy variálható mobilis plasztika, minden alkalommal másképp állítom össze. Ez a sok krízises, koronavírusos helyzetet próbálom bemutatni. Emlékeztetni a nézőt erre az időszakra, ami nem volt szép és fényes. Említette, hogy a kárpátaljai motívum fontos most ezen a kiállításon, az itt látható, mögöttünk látható festmény is ezt ábrázolja. Ennek mi a jelentősége? Igen, úgy gondoltam, hogy ez a legfrissebb téma választásom, ez segít az emberekben egy kicsit ráirányítani a gondolataikat a kárpátaljai magyarság kulturális életére, ezen kívül persze a magyarság ottani helyzetére, és erre a rettenetes háborúra, amit meg kell érünk. Tehát egy ilyen tulajdonképpen egy figyelemfelhívó dolog, hogy háborún kívül azért anélkül ilyen szép élet zajlott Kárpátalján, és ezek a népművészeti elemek, amik itt láthatóak, ezek természetesen autentikusak, és az én fantáziámmal karöltve jelenne meg a képemen. Korábbi riportjában hallottam, hogy ön kártyával fest, tehát nem ecsettel. Ez mit jelent? Hogy kell ezt elképzelni? Ez a technológia, ez tulajdonképpen a spaklis technológia, amely régi eszköze a festészetnek, de én a bankkártyát és ezeket a régi telefonkártyákat, mindjárt lassan megszűnnek ezek, használom föl. A kártya oldalára vagy alpjára fektetem föl a festéket, és akkor azt úgy összekeverem a felületen. Természetesen olyan bizonyos helyzetekben, amikor nem tudok más megoldást találni, akkor előveszem az ecsetet, és tehát rásegítek, de alapjában úgy vannak már eleve lealapozva a hátterek, hogy azok ilyen rusztikus felületet adjanak, és hát itt látszik, hogy ez a kártyával elnyújtott, itt is ezeken a részek is látszik, hogy kártyával szaggatott felület. Hát megtanulja az ember, hozzászokik ehhez a technológiát, és a csuklójá már rááll az embernek ehhez, hogy ezeket így formálja meg. Hát a lombok is ugye, ez egy nyeles paklival készül ebben a képben, de a lényeg az, hogy itt is látható a spaklis,
megmunkálási forma kártyával történő létrehozása ezeken a felületeken. Majd amikor megszárad, akkor egy ilyen takaró felületet, mint például itt látható, ráhozok a spaktinak a felületével. És akkor ott maradnak az anyagok, a festékek. Milyen időszakonként jelenik meg kiállításokkal? Ha sikerül összeállítanom a kollekciót, akkor évente egyszer nagyobbat, vagy kétszer kisebbet, de úgy próbálok minden évben egy vagy két kiállítást rendezni, csinálni, festeni. Nagyon nehéz munka, kell az inspiráció, nyilvánvaló sűrű nem lehet csinálni, mert nem lehet annyi képpel fölkészülni. Az üveget sajnos most szüneteltnek nem kell, nem tudom csinálni, mert a kemencém technikailag nem működik. Úgyhogy elképzelésem szerint a nemzeti kultúra ápolása, a nemzeti kultúrának a megismertetése az a legfontosabb feladatunk. És én ezt próbálom képviselni. Tehát én így dolgozom a hazámért. Melokko Miklós, nagy megtiszteltetés, hogy ő nyitja meg. Ez egy fantasztikus dolog, barátomnak tekinthetem, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés az embernek. Megtisztelő, hogy barátja lehetek. És ő itt van, és egyik gyakori vásárlom is. Tehát én nekem úgy hiszem, ennél jobb ajánlás nem kell a mai napra. Egy kiállítást nem a megnyitó nyit meg, mert azt már rég megnézte mindenki. A kiállítás megnyitás tulajdonképpen egy feladat, egy laudáció dicsérése annak, nem megdicsérése, hanem dicsérése annak, aki kiállít. Azt mondják, hogy szép az, ami érdek nélkül tetszik. Ezt így tanultam, a nagy mondásokat kezdetben nem firtattam, nem emlékszem rá, hogy elhittem-e, mert csonka egy mondat, mert ha érdekből tetszik, akkor nem szép. Nyilvánvalóan, hogy ha valami nagy örömet okoz az embernek, akkor minden nyelv kitalálta magának ezt a tanácstalan minősítést, hogy szép. Amit nem lehet megmagyarázni, nem is kell. Ezzel magyarázunk. Azt mondják, aki képről beszél, az rossz úton jár. Én meg azt képzelem, hogy aki ezt mondja, az jár rossz úton. Rilke Arhaikus Apolló torzója című verse olyan szép, mint az az illető szobor. Tehát nem járt ő rossz úton, sőt jól járt. Jó úton és jól. Hogy jogom van itt beszélni, arra egy tényt hív jelentettségbe. Kalmár Páltól van két képünk. Tudniillik, érdekből tetszik. Ami tetszik, azt meg akarom szerezni. Ha egy szép táj tetszik, akkor ott szeretnék lenni, vagy legalábbis sokszor látni. És amikor látom, akkor magaménak érzem. A két képe Kalmár Pálnak lehetne címet adni nekik. Én adok utólag, nem ez a címe, ez a magyarázatnak a neve. Az egyik egy ígéret. Ígéret, hogy mindjárt olyan 40-50 méteren belül ott leszünk a Firenzei Dómnál. Egy mellékutcában halad a kép, látni valamennyit a Dómból, sejteni, hogy ő Dóm. Mert az apszis fala látszik, és a kupolájának az íve elkezdődik. Tehát amikor Kalmár Pál arra járt, tudta, hogy ha hazamegy, akkor beszámol arról, hogy mit látott, és mert komolyabban gondolkodik, arról is beszámol, hogy hogyan látta. Tehát nem lefényképezte, vagy lefestette a Firenzei Dómot, mert azt lehet kapni levelezőlapon is. Azt festette meg, hogy ő hogy kezdte meglátni. A másik képe, ami a miénk, egy érett buzatáblát ünnepel. Vékony ecsettel, vékony vonalakkal, vékony buzaszálakat fest, amelynek szálkás, szőrös, bajszos kalászai fönt egy gyönyörű szövetet alkotnak, aminek a háromnegyed része levegő. Nagyon szép kép, ezért van nálunk. Az egyik képnek, amikor a Firenzei Dóm felé közeledik,
lehetne az az alcím, hogy ígéret, mindjárt meglátod. És hogy elhiggyük, az az utca elevenné válik a járdával, úttesttel, házfalakkal együtt, szépen. És lehet tudni, hogy körülbelül ez az ígéret 4-5 perc múlva, talán fél perc múlva hamarabb, olyan 30-40 méter séta után, mint látványom, miénk lesz. A búzatáblákat ünneplő vékony ecsettel festett vékony búzaszálak ma elénk kerülhetnek. A kommunizmusban nem. Mert Zdanov, az esztétikai diktátor, nyavajásan ugyan, de azt mondta, hogy mindenképp leheljen árnyaltan üde optimizmust. Tehát rossz kedvű kép nem lehet. A kommunizmusban azt feltenni azt a kérdést, hogy lehet-e sírni a Kárpátok alatt, arra az a válasz, hogy nem. Ilyen árnyalt volt Zdanov. És ecset, vékony ecset helyett korongecsettel festettek, amivel tűzfalakat mázolnak be, mert nagyon gyorsan halad, nagyon szagy sávot hagy maga után. De mindenképpen ott kell lenni a munkás ökölnek, akármiről szól. Egy kép Zdanov szerint ne szép legyen, hanem erőteljes és diadalmas, akármiről van szó. Kalmár Pál képeit a kommunizmusban a vékony ecset miatt, a vékony finom vonalak, a meditáló, gondolkodó, töprengő, merengő állapot miatt nem engedték volna kiállítani, azt mondták volna, hogy kispolgári csökevény. Hála Istennek, normálisabb világban élünk. Egy festő, egy költő is merenghet. Joga van meditálni mindenkinek. Nem bántják azzal, hogy azonnal kardot rántson, még akkor is, ha egy csecsemőt lát, mert akkor is kardot kellett rántani. Ha más nem magyarázták árnyaltan, az esetleges rossz tevő, gonosz tevők ellen. Tehát csecsemő és kirántott kard, ez a szocialista realizmus. Fontos, hogy mindez rosszul legyen megfestve. Tudjuk, a Gics nem a témája miatt az, hanem a Gics kicsi németül azt jelenti, hogy mázolni, az festeni se tud. Tehát egy édeskés hangulatú cél, rosszul megfestve ez a Gics. Egy rosszul megfestett, dübörgő, nagypofájú duma, ez pedig a szocialista realizmus. Hála Istennek, ezek már nincsenek. És hála Istennek, Kalmár Pál fiatalabb, mint én, még sokáig festhet. Nem épp, hogy túlélte a szocialista realizmust, a kommunizmust, hanem utána él. Úgyhogy Isten hozott, és tessék tovább csinálni. Mindenkit üdvözlök. Akiket magázok, azoknak azt mondom, hogy jó estét kívánok. Akiknek barátaim, azok szevasztok. Én is azzal kezdeném talán, hogy megköszönném a meghívást Kung György kurátor úrnak. Megköszönöm azok, akik segítettek ebbe a munkába létrehozni, akik csinálták a szendvicseket, akik fejtették a bort, akik részt vettek a közös munkában, a lányom, a feleségem és az iskola különféle dolgozói. Nagyon megtisztelő volt Miklósnak az egy-két gondolat, amit rólam kifejtett. Büszke vagyok, hogy a barátja lehetek. Büszke vagyok arra, hogy ő komolyan képeket vásárol tőlem. Büszkék lehetünk mindannyian arra, hogy itt él közöttünk Zsámbékon, és azt a munkát, amiért szintén nagyon büszke lehet az egész ország, amit a magyar nemzetért kifejt. Hogyha arról beszélünk, hogy Zsámbékra hogy kerültem, akkor érdekes módon kerültem, valaki tartozott nekem pénzzel, és úgy gondoltam a 42. kijárás után, hogy most már nyélbe ütjük a dolgot, és a kedves tartozó
felajánlotta nekem, hogyha megveszem a házát, akkor megadja nekem az adósságát. Rögtön igent mondtam, és el kell mondanom, hogy ez egy jó döntés volt, bár nem akartam Zsámbékon, nem szerettem volna Zsámbékon élni, mert nem ismertem abszolút, egy budapesti gyerek voltam, de rögtön eldöntöttem, és azt hiszem, hogy ez a mindenható döntése volt, hogy neked itt kell maradnod. És egy szép döntés volt, hisz a romtemplom tövében lakom, egy gyönyörű szép parasztházban, ami talán az utcában az egyedüli eredeti ház, kb. 300 éves, és a templom tövében lakni megtiszteltetés. A templomnak olyan kisugárzása van, hogy egy jó érzékeny embernek mindenféleképpen befolyásolódik az élete. A karizmatikus kisugárzása a templomnak az embert arra inspirálja, hogy alkotó tevékenységet folytasson, különösen a művész esetében, aki ide kerül. Én is így indultam el, annyira föltöltött a templom engem lelkileg, hogy egy csodálatos dolog ott élni. Vannak itt olyanok, akik a szomszédjaim, azok tudják, hogy milyen klassz dolog ez. És ez az egész érzékiség, ami a templom által betöltött a lelkemet, ez viszem tovább a művészetembe. Hát így irányultam aztán, ha látjátok, hogy nagyon sok témában a történelmi relikviák, egyházi relikviákat festem meg, és ez a zsámbéki ittlétnek köszönhető tulajdonképpen, hogy ez a lelki feltöltődés erőt adott és irányt adott nekem, hogy a nemzeti kultúra felé, a nemzet jobbítása és a nemzet, a magyar embereknek a kultúrájának emelése és annak továbbvitele fontos lett számomra, és azt hiszem kisugárzik a képeimből, hisz itt Felvidék, Erdély dolgai mind megjelennek, és hát Magyarország mostani helyzete is sok relikviával jelenik meg, és hát a tájak is, hát ugye ez hozzátartozik ez a lelki összhanghoz, ami az emberben kialakul. És van egy másik vonulat, hagyományőrző vagyok, huszár 30 éve, és hát huszárság adta fantasztikus élményanyag, ami a lóval és a ló közelséggel, a lóápolással és maga a lovaglással jár, nem beszélve arról, hogy ez a huszár hagyományőrzés egy fizikai munka, hisz a lovon ott kell ülni, hát és vívni kell tudni meg minden lovon. És hát nem beszélve, ami engem megfogott, nem csak ez az illata, a lószar illata, meg a lóval való istálom együtt alvás, hanem a ruha, a huszár ruha szépsége, ami biztos mindnyájtok számára nagyon tetsző dolog, nem csak nekünk, hanem a világ összes országa számára, amerre jártunk, ez lenyűgöző volt, jó érzés volt magyarnak lenni. Tehát ennek a színvilága is inspirált engem, hogy ezt a témát megmozdítsam, és ebből is alkossak. Remélem, tudom folytatni tovább. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számmal is pontosan eljöttetek. Nem akarok tovább beszélni. A képeim beszéljenek helyettem. Nagyon szívesen mindenkivel elbeszélgetek a dologról. Szeretettel köszöntök minden barátomat, polgármester urat is, a polgármester helyettes urat is, alpolgármester uramat is. Örülök, hogy így vagytok. Szeressük egymást, azért jöttünk el. Nekem a kiállítás nem csupán az én lelki kisugárzásom érdekében, meg a képeim bemutatása érdekében történik, hanem hogy együtt legyünk, mi itt együtt bulizzunk, szeressük egymást, ismerkedjetek meg egymással, beszélgessetek egymással,